Izmény, Máza, Nagymányok, Aparhant, Egyházas, Kozár és Kakasd, aki első bálosként van most jelen. A felsorolt települések nyugdíjas egyesületének tagjai hosszú évek óta aktív és felhőtlen kapcsolatot ápolnak. Ennek a szövetségnek egyik csúcspontja a régiós nyugdíjas találkozó, aminek minden évben Bonyhád ad helyet. Próbáljuk a kisebb falukat összehozni, hogy egy kellemes estét töltsünk el, mert ugye a legnagyobb helyiség itt van Bonyhádon. Őnáluk mindenhol kisebb klubszobák vannak, meg művelődési házak, és akkor évközben mindig őhozzájuk megyünk, és akkor év végén meg itt van egy nagy találkozó. Mi az a csoport vagyunk, aki nagyon összetart, és szeretünk egymás társaságában lenni, szeretünk egy kicsikét táncolni, korunkhoz mérten. Orvosaink is azt mondták, hogy ez a legjobb forma, ha mi itt táncolunk. Ez a bonyhádi klub több mint 30 éves. Először 16 évig egyfolytában csak Bonyhád tartotta. És ez egy ilyen regionális összejövetel volt, Baranyat, Somogy és Tolna megye. És akkor az idők folyamán ugye öregedünk ki mindenhogyan, fogy a társaság, és akkor átléptünk ebbe formába, hogy a környező falvakat hívjuk meg, és akkor a kis csoportokat, kis csoportból lesz a nagy csoport. És csak hogy egy elcsépelt, de nagyon is igaz mondással éljünk, ismét bebizonyosodott, hogy nem csak a 20 éveseké a világ. Nagy baj is volna, ha így volna. A Völgység Néptánc Egyesület kitett magáért a közel másfél száz ünneplő szórakoztatásában. Műsorukban a legkisebbektől a felnőtt csoporton át felvonultatták repertoárjuk legjavát. És persze a jó humorra fűszerezett mese sem maradhatott el. S Borinén úgy hajtatott hazáig, hogy az úton a vizet minkeláb csektette. Otthon aztán bérontott a házba. Jaj, édesanyám, képzelje meg, mi történt a szomszédba. Azt mondja Trézsiném, hogy angorbám az éjjel megtojt hármot. És hogy mi a mese vége? Elég, ha annyit elárulunk, a Trézsi sem pletykásabb a többi asszonynál. A számos kitüntetése rendelkező csoport után Filóné Ferenc Ibolya polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Szívből örülök annak, hogy ez a rendezvény évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend, hiszen talán még soha nem voltak ilyen sokan. Legalábbis én, amióta köszöntöm önöket, nem emlékszem, hogy ilyen sokan eljöttek volna erre a rendezvényre. Október van, október az idősek hónapja, azt mondják, mit mondhat egy ilyen alkalommal egy polgármester, büszke vagyok és örülök neki, hogy a legkisebbektől az idősebbekig itt vagyunk itt együtt, és igen a barátság, és akkor többet nem is kellene mondanom. Szegedi Gyuláné különleges ajándékkal viszonozta a kedves szavakat. Remekve nyújtjuk át, fogadja kérem tőlünk el, tiszteletünk zálogát. A köszöntők után és a vacsora előtt szinte azonnal benépesült a tánctér, és elkezdődött a bulik. Hogy jobban, a szilva vagy a barac? Nem tudom. De még nem ittunk. Elég jól fogy a pálinka. Hogy érzik magukat? Hát mi jól fogjuk. Jól. Sok szervezését igényelt, gondolom, a mai este. Hát igen, meg sokat dolgozunk. Sokat dolgozunk, de amikor megyünk vendégségbe, ugyanúgy minket is megvendégelnek. Negyedik éve itt vagyok. Tehát ez egy csodálat. Akkor 23-an voltunk, most vagyunk 60-an. Nagyon-nagyon jó. Szóval jó az egész, olyan egybe vagyunk mindenki. Nagyon jó. Rendszeresen gyűlésünk van, és mindig jövünk. Én még tényleg még soha nem is voltam. Az a helyzet, hogy férjem 7 éve, 8. éve meghalt, és akkor
nagyon egyedül voltam. Ide jöttem, és azóta van életem.